Nagy durranás a moszkvai légfegyveres Európa-bajnokságon, női légpuskában olimpiai számban nyert aranyat Miskolci Júlia Anna, méghozzá a 8-as döntőben káprázatos teljesítménnyel, a férfiaknál pedig a Sike József, Tasi Tamás, Boros László csapat világcsúccsal lett első a 30+30 lövéses futó céllövő számban. Júlia Anna mellett az egyéniben ráadásképp más-más számban negyedik Tamás és László a vendégeink, tehát ők hárman vannak itt. Sziasztok, jó reggelt kívánok és gratulálok az eredményekhez. Igazából számítottatok előtte a célkitűzésekkel együtt ilyen mértékben Moszkva bevételére? Szerintem mindenkinek olyan elvárásai vannak, hogy próbál maximálisan teljesíteni a számításhoz, meg szeretne mindenki az elején végezni, de sose lehet előre megmondani, hogy most ki milyen helyet is fog elérni a versenyen. De azért az ember úgy megy oda, persze, hogy nyerni szeretne, megnézi, megismeri a vetélytársakat, és az alapján mire számítottatok előtte mégiscsak? Mindenképp úgy jutottunk ki, hogy a tiszta és helytállás a lényeg, aztán, hogy ez most mit akar, ezt még lehetne tovább ragozni. Csapatban reménykedtünk az éremben, de arra senki nem számított, hogy egyből egy első helyet hozunk el, ráadásul pont, hogy világcsúccsal. Hát és nem is egy olyan világcsúccsal, amit mondjuk tegnap állítottak föl. Innentől kezdve akkor legalább az volna jó, hogyha ez a világcsúcs is megmaradna ilyen nagyon sokáig, nem? Kérjük, hogyha mi döntjük meg. Hogyha ti, így van, ez egyetlen. Júli, azt mondd meg, hogy neked mennyire voltak vérmes reményeid a fináléba jutáskor, ugye oda, ott a hetedik helyen kerültél a fináléba, amit meg ott csináltál, hát az előtt le a kalappal. Köszönöm szépen. Igazából nekem a célom annyi volt, hogy döntőben jussak, tehát úgy mentem ki, hogy akkor elérem a célkitűzéseimet. A verseny után nagyon ideges voltam, mert az eleje jól sikerült a versenynek, az utolsó 20 lövésemmel nem voltam megelégedve, és akkor nagyon feszült voltam a döntőbe, már teljesen higgadtan mentem, és úgy voltam vele, hogy ne én legyek az, aki küzd, hanem az, aki az első helyen jutott be, és igazából úgy tudtam végiglőni, hogy egy pillanatra nem izgultam. Tehát ott már annyira jó érzés volt bennem, hogy ott vagyok, és teljesítettem, amit én elvártam magamtól, hogy teljesen fesztelenül lőttem, és amikor láttam, hogy növekednek az előnyköreim, akkor már tényleg csak ilyen örömlövészet volt. Tehát ott se jött rád a majré, hogy jó, úristen, ebből semmi. Még egy nagy eredmény is lehet. Semmi. Uh-huh. Tehát ott már csak az előnyöm nagyságát szeretem növelni, de egyébként a hazai versenyeken is ezt így előszeretettel szoktam folytatni. Itthon 208 körüli döntőket szoktam lőni. Tehát ennyit még nem lőttem, de ezzel a puskával ez volt életem első befejezett döntője, mert az mert előzőben volt egy hibás. Fegyvermárkát cseréltél. Igen. Mert hogy kifigyelted, hogy a győzteseknek más fegyverük van, igaz? Hát igen, én az elmúlt egy évben vagy fél évben, amik voltak ilyen világversenyek döntői, interneten felelhető videókban, megnéztem, és hát sajnos a statisztika azt mutatta, hogy tényleg valami van benne, amitől a tizedelt versenyt nem jól csinálja. Az a fegyver, és akkor az a fegyver, ami volt, és igen, és akkor a statisztika szerint a leggyakrabban használtat pedig most így kiválasztott. Na most, hogyha ebben van valami, akkor valaminek kell lenni abban a versben is, amit oda kitettél. Hú, igen, hát az a tanítványomtól kaptam, felolvassam, vagy a kamera megmutatja. De ez mármint, hogy a győzelem? Ez a győzelem, hát tehát egy gratuláció a gyerekektől. Tehát a tanítványok is a figyeltek tanítványok, akkor, igaz? Igen, ők nagyon büszkék rám, és hát igazából minden ilyen alkalomra szoktak nekem verset írni. Igen? Egy kislány van, aki előszeretettel verset ír, van, akitől rajzokat kapott. Jöjjön az a vers. Jó. Kedves Júci, nagyon ügyi vagy, a tehetséged meg nagy. A versenyen jól szerepeltél és remekeltél. Elsőnek lenni nagy szó, főleg az EB-n nagyon jó. A döntőben szuperül lőttél, na és persze győztél. A dobogó legfelső fokára léptél, s amikor a nevedet mondták, nagy szemekkel néztél. EB csúcsot lőni sirály, te vagy a király. Csak így tovább gratulálunk, Júci, és ezt Leától Ézoétól kaptam. Na hát az a helyzet, hogy ami Júcinak a 10-es, azok a tanítványoknak ezek után az 5-ös, hogyha ilyen jól versenyleg gondolom. Srácok, azt nézzük meg, hogy amikor az ember csapatba világcsúcsot lő, akkor mennyire kell figyelni a másikra, mennyire figyel a másikra, és most nem a vetélytársakra, hanem a csapattagokra, akik persze vetélytársak is. Hát ugye, nálunk igazából nem az a lényeg, hogy más ne lőjünk jobbat, hanem saját magunknál kell jobbat lőni, tehát magunkat kell túl teljesítenünk igazából, viszont egy csapatnál ugye mind a három fő fontos, tehát ugye egy három pillérű híd, és most ez pont összejött nekünk, hogy mind a hármunk tudott jól teljesíteni.
Ez például ugyanígy, ahogy Júli elmesélt, hogy menet közben rájött egyre inkább a nyugalom, tehát egy szerencsés állapot állt elő. Ti közben, te például mikor sejtetted meg, hogy nagy eredmény jöhet ki belőle? Hát amikor kiálltam a lőállásból. Tehát nekünk kicsit más a versenyszámunk, mert mi két nap lőjük ezt a versenyszámot, és lassú után is, az előző versenynap is lehetett már tudni, hogy elég jól állunk, mert az a három eredmény, amit lőttünk lassúban, az középmezőny fölött volt. Igazából az első, nem is tudom, 6-7 helyzet között voltunk. És amikor kiálltam, és pont ugye úgy sikerült ez a sorsolás, ugye, hogy én lőttem elsőnek, azt Józsi lőtt utánam közvetlenül, és akkor a Laci volt a harmadik közvetlenül lövő. Tehát igazából én voltam ugye az örülő első, aki én kiálltam, és én már teljesítettem, amit kellett, és utána tudtam nézni a többi két csapattársamat, hogy ők mit fognak majd produkálni. Na most ebben a trióban milyen kapacitás van még? Hát bennem mindenképpen van még kapacitás, tehát bennem sok körben maradt, főleg a gyors versenyszámban. Hát lassúban én is ott voltam az első 6 hétben, ahogyan Tamás említette, viszont gyorsban elmaradtam tőlük, és a következő versenyeken nyilván ezt szeretném fejleszteni, hogy gyorsban is oda tudjam tenni magamat, és esetleg egy még szebb eredményt elérni majd legközelebb egy hasonló kaliberű versenyön. Tamás? Több. Szerintem van még ebbe a trióba több. Van? Van. Igen, mert ugye a Laci mondani fiatal versenyzőnek mondható, a Józsi meg az én koromhoz képest. Ugye egy ilyen 2-3 éve álltunk össze, mint csapat, mert előtte mindig volt egy harmadik személy, akik mindig cserélődtek igazából. De én úgy érzem, hogy most a Lacival egy olyan csapattársat tudunk magunk mellett, akik nagyon jó képesség és nagyon ügyes sportlövő. Hát ugye az eredménye is, az egyéni eredménye is bizonyítják, tehát a juniorban is elért rengeteg egyéni érmet. Igazából 2 éve a világbajnokságon is bronzérmes volt, ezüstérmes volt Stockholmban. Tehát én szerintem, hogyha így tudunk még tovább együtt dolgozni, akkor még van benne egy jó pár év, hogy még tudjunk teljesíteni. Hát ez nagyon jó. Meg nagyon jó hangzik, meg az hangzik jó, hogy ugye hosszú éveken keresztül, amikor a magyar sportlövészetről volt, szóval mindig Sidi Péter, és hát nem csak Sidi Péter, amúgy sem Sidi Péter, de aztán, amikor ilyen nagy eredmények vannak, akkor aztán végképp látjuk, hogy hál' Istennek széles a bázis, és ez itt a nagy kérdés, hogy de jobbak-e az állapotok, mármint amilyen körülmények között készülhettek? Hát én most már hál' Istennek nagyon jó körülmények között, mert Komáromban igazából holnap lesz a lőtér átadó, de már használjuk egy ideje, és nagyon jó elektronikus céltáblákra, hát 24 négyfegyveres pályán, és 8 darab 50 méteres fedett pályát tudunk majd használni. Nézzük azt, hogy ha már egy kicsit a jövőről is beszéltünk, hogy hát ugye evés közben jön meg az étvágy, ezek után mondjuk neked, Júli, célok. Célok? A világbajnokságra kijutni, kvótát szerezni. Hát meg igen. És az utána nyilván az olimpia, tehát az már ugye egyértelmű. Igen, de akkor szerintem megint egy VB-n is úgy gondolkozom, mint itt, hogy hát akkor bejutni kvóta, meg bejutni a döntőbe, aztán majd szétnyugdíjasan majd emelni a tétet, nem? Igen, a döntővel nem lesz baj, azt gondolom, mert döntőt lőni mindig is tudtam, tehát az ment. Ez nyugalom kérdése. Csak odáig eljutni, igen. De most az alaperedményem, tehát hogy mondjam, az edzéseimen az látszik, hogy ez az alaperedmény, ez egy teljesen átlagosnak nevezhető. Tehát az edzéseken ennél 4 egész körrel többet lövök. Hát akkor ebben is van még kapacitás bőségesen. És akkor várhatóak ezek az aranyérmek nektek következő nagy megmérettetés? Szintén a világbajnokság. És ott? Spanyolországban. Ott lejöhetne mondjuk egy új világcsúcs, nem? Hát mégis benne van a lehetőség, mert ugye van 4 versenyszámunk van, nekünk 4 versenyszámban a lehetőség. Hát igazából a normál 10 méteres légpuskában az már megtörtént, hát még van másik 3 versenyszáma, esetleg még ezt célul tűzhetjük ki, vagy esetleg meg tudjuk esetleg dönteni. Hát én azt javaslom, hogy akkor a világbajnokság után ugyanilyen okokból folytassuk ezt a beszélgetést. Jó, és még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.